Üdvözlöm a Szerdahelyzet műsor nézőit, és a stúdiókban üdvözlöm állandó vendégünket, Szigeti Attilát. Attila, szervusz! Szervusztok! Attila, te voltál egy jó kiránduláson, túráztál is, ahogy beszélgettünk itt a műsor előtt, és megnézted a Spartak elleni mérkőzést is. Milyen volt? Kétszer is megnéztem, és... Hát milyen volt a nagyszombati mérkőzés? Most azt nem fogom mondani, hogy nagyon jó és tetszett. Hát kikaptunk egy sima 3-1-et kaptunk, és volt ezen a mérkőzésen olyan tényezők voltak, amit ráfoghatjuk, hogy befolyásolták a mérkőzést. Viszont én azt gondolom, hogy nem érezte a csapat a mérkőzés súlyát, és én a élő bejelentkezésemben említettem, hogy itt nagy befolyásolni fogja a mérkőzés az, hogy ki hogyan fog akarni a futballpályán, és hogyha egy csapatból 11 emberből, aki pályára lép, akár 4-5 vagy 3-4 dekoncentrált, akkor ez így sül le. Kapunk olyan gólokat, amivel el lehet veszteni egy mérkőzést. Gyakorlatilag nem azt mondom, hogy mindenki, de nagyon sokan a mentális felkészülésről beszéltek. Ugye mi már az előző mérkőzéseken is jeleztük azt, hogy a nagyszombatnak sokkal jobb a felkészülés ebből a szempontból a derbire. Viszont úgy pár nappal a mérkőzés után ugye elgondolkodtam, hogy az egészet jó, ha az egészet letakarjuk ezzel a dologgal, hogy nem úgy álltunk ki. Voltak más gondok is a rendszerben, illetve találtál valami hibákat, amiket az előző mérkőzéseken nem kezdhetjük a felállással és a taktikával, amivel kezdett a nagyszombat ellen? Szerinted milyen volt? Én már korábban előre jeleztem, hogy a védekezésünk, és nem csak a védelemre gondolok, hanem a középpályánkra is, hagy kívánni valót maga után, és ugye játszottunk olyan ellenfelek ellen, aki ellen talán megengedhettük magunknak azt, hogy nem védekezünk olyan szinten középpályán és a hátvéd sorba. Enélkül hoztuk az eredményeket, vagyis hát lényegében lényeges védekezés nélkül hoztuk az eredményeket, akár a kupa szereplésre gondolok, vagy akár olyan ellenfelekkel, akik hát nem használták ki azokat a hiányosságokat, amiket mi föl tudunk vonultatni néhány mérkőzésen. Kevésszer jutottak a 16-osunk felé. Pontosan, és ez a fajta taktika, amit választunk, és edzőjeink választnak, és a mostani tím választ, ez a föltolt labdatartásos, keresztpasszos játék, benyomni a 16-osuk baja ellenfelet lényegében, ez teret az arra, hogy az ellenfél tudjon futballozni. És nem olyan szinten érünk vissza a támadásból védekezésbe, hogy az ellenfél ezt mind kihasználja. Beszélünk majd a kapusról is, de kezdjük a védelemmel. Itt ugye Risman is azon a pozíción volt, amiről mi beszéltünk. Erről beszél, hogy szerinted milyen lehet így. Most láttuk gyakorlatilag először őket. Ruzliakkal együtt, így ilyen pozícióban. Milyen volt összkép a játékukról az egész mérkőzésben, középhátvédeknek, szélsőknek, és utána beszéltünk a kapusról is. Hát kaptunk 3 gólt, akkor ez magáért beszél, hogy 3 gólt, ha kap egy csapat, akkor a védelem akár Risvanisszal, Ruzliakkal, vagy Mohamed Begovicsal, vagy felsorolhatjuk az egész védelmet, és én ide raknám a középpályás sort is. Hát alul teljesített, ez mi is, én akkor szerényen fogalmaztam, hogy alul teljesített. Hogyha 3 belsővel szeretnénk játszani, az pedig Risvanisz, Kruzsliak, Mohamed Begovic, ha 3 belsővel, az megmutatja azt, hogy például Mohamed Begovic hogy védekezik a góljainknál. Nem tudjuk lekövetni azokat a játékosokat, akik kapura lőnek. Ugye látjuk azt, hogy széleink megnyitják a védelmünket, és én ezt nem csak a védelemnek tudhatom be, hanem a középpályának is. Nem tudunk olyan szinten visszaérkezni középpályán, akár Veszelovszky, akár Kácsér, akár
Balog, vagy említhetnénk még a negyedik középpályást, hogy ott érdemlegesen besűrítjük a 16-os előtt a játékot. Visszaérünk pozícióba, de a védekezésünk, a defenzív feladatokat egyszerűen nem, hogy alul teljesítjük, nem tudjuk elvégezni. Szóval az, hogy mi területbe visszaérünk, és keressük a labdát, és orientálódunk a 16-osba és a 16-os környékén, és a csávó 16-osba kettőt tol a labdán, és fölvarja a léc alá, ez azt mutatja, hogy nincs lekövetve a játékos, és ilyen gólokot vagyunk képesek. Attila, ez kép a védekezésről, illetve a védőkről milyen neked most így a Risvanisszal, két szélsővel, és akár a két védekező középpályással is? Hát nincs szélső bekkünk. Nincs szélső bekkünk, mert akár a Blackman játszó szélső bekket, az inkább a offenzív feladatokat jobban végzi, mert a magasságban hordja a labdát. Teoretikusan van, praktikusan nincs. Így van. Mohamed Begovic meg hát sose volt szélső bekket, láttuk, hogy mire hoztuk, belső védőnek hoztuk. Na most azért azt szeretném kifejteni, hogy nekem a, mondhatni, régi fociba azt szokták mondani a játékostársaim, akik képviseltek valami színvonalat, hogy aki a szélsőbeket nem tudja megjátszani, akkor az cserepad. Szóval egy szélsőbeket, ha arra figyelünk, hogy meg kell fogni egy játékost, aki lefut a vonalra, és azt kizárni a játékból, ez nem nagy kunst megfutballozni. Ezek szerint nem tudjuk. A kapus. Elég szépen kritizáltam én, és azt hiszem, hogy lehet, hogy egy picit erősre is sikeredett a Daninak a kritizálása, mert ő kapott bizalmat. És én ezzel csak azt szerettem volna előrejelzni, voltak, akik megkérdőjelezték, hogy a Daninak kell védeni, persze én is a Danira adom a voksomat, mert egy magyar gyerek, akit szeretek és tisztelek, és oda, ahova eljutott, ez mind szép és jó. Viszont van egy másik kapusunk, akit nem szeretnék, hogy leépüljön. És azért hoztuk ezt a srácot, hogy valami lehetőségét kapjon. És lehet, hogy Danira nagy a nyomás, vagy a Danira olyan a feladat, az a feladat, ami egy gyengécske, én is kimerem mondani, hogy egy gyengécske védelem mögött helyezkedik el, hogy aztán képes ilyen gólokat kapni, amit máskor meg szokott fogni. No, de viszont ez nem jelenti azt, hogy egy Dani hiba után kapjunk még kettőt. Visszatérve kapushoz, te amikor megnyitottad ezt a témát, azzal kezdted, hogy Danikám, vagy megérted, vagy nem. Szóval mit akarsz mondani? És én szerintem nem volt abban semmi rossz, amit mondtál, mert ráció volt, mert azt, amit mondtál te is, és mondtam én is, így kiegészítve, az gyakorlatilag megmutatkozott a következő mérkőzésen is, hogy miről beszéltünk tulajdonképpen mi. Egyszerűen a kapusposzt olyan, hogy egy védhet. Viszont nekünk ki kell mondani azt, akár a Liblingünk, a Veselino, hogy a másik kapussal mi van. És én a legnagyobb gondot azt látom, hogy hogyan terhelik meg a Veselinovat, főleg mentálisan. Ő még mindig egy 20 éves, vagy jól tudom, srác, 20, maximum 21. És itt a timing nem volt jó a kapus edzőnknek, szerintem még az edzőnknek. Ezen a meccsen pihentettem volna egy kicsit őt. Kérdéses, hogy ki az a kapus, és kevés kapus van a 20 éves korban, főleg Szlovákiában vagy Magyarországon, aki zsinórba tud hozni jó teljesítményeket ilyen nyomás alatt, ami szerdáján van kapusnak is. Sokkal nagyobb van, mint a többi magyar csapatban, a magyar bajnokságban, vagy akár a szlovák csapatokban, talán a Szlovánban nagy nyomás van. De ezzel ezt akartam mondani, hogy Dani még mindig nem a number one kapus, szóval nem az a pozíció, amikor kapusaink úgy vannak, hogy egyértelmű egyes van és nyugodtság van szezon végéig, és akkor takarja a hátát a másik kapus, hanem olyan, hogy még nincs eldöntve, hogy ki a egyes szerintem. Ki lesz az egyes. Több esélyt kap a Dani, viszont mivel 20 éves, óvatos lennék azzal,
hogy mikor és milyen meccsen véd, szóval pihentetném őt, mert főleg mentálisan pihenni kell a srácnak. És bemutatkozott az is, hogy nem is a gól, mert gól egyértelműen úgy, ahogy mondod, hanem hogyan reagált a harmadik gólra. Fogta a labdát és kirúgta a tribűnre. Szóval lehetett látni, hogy enervált volt, és ez nem jó. Ott kezdeném, hogy én már korábban pihentettem volna Danit, és pontosan ezen a mérkőzésen talán véd, mert nem szerettem volna a Petrást a hazai környezetbe, vagyis egy nagyszombati környezetbe védetni, de viszont azt is megmerem kockáztatni, hogy lehet, hogyha előzőleg pihen a Dani kettőt, akkor ezt a gólt nem kapja. Na most van egy 20 éves kapusunk, és van egy labilis védelmünk. Hát akkor ezt valamit szintén rendbe kellene tenni. Vagy egy tapasztalt védelmet építeni, akár Risvanisszal, Kruzsliakkal, és még két szélsőbeket hozni melléjük, akiket nem elengedni támadásból ellenfél 16-osánál kóvályogjanak, hanem meg kell tanítani ezt a védelmet, védekezni, és erre nagy hangsúlyt kell fektetni. És akkor van egy tapasztalatlan kapusunk, vagy hozok egy tapasztalt kapust, aki irányítja a védelmet, aki ordít, aki hát a kapusnak ez a dolga, és akár 20 éves, vagy akár 18, akár Donnarumma ott volt, és akkor kinyitotta a száját, hogy hova álljon, hát ő a hátsó, és ő látja ezt. De ezt komolyabb szinteken ezt már tudják, és azok a emberek is, akik futballoztak valami szinten. Szóval a kettő nem egyeztette össze számomra, hogy van egy labilis védelmünk és egy fiatal kapusunk. Én ezt úgy csináltam volna, anno, hogy van egy Veszelinom Danink, és mellette van egy Fisan szintű képességű kapus, egy tapasztalt, aki a necces meccseket oda kell állni, és akkor irányítani, és azokon a meccseken, amiken úgy gondolom, akkor Danit bevetem, és érlelődjön az a srác. Ezt le lehet vezetni, és én akár Gulácsővel is vitába kelek, vagy Balúval is vitába kelek azzal, hogy a középpályánkon melyik játékos tud védekezni. Akár Veszelovszkit veszem, akár Kácsert veszem, vagy akár Dimunt veszem. A Dimun olyan fordulékony, mint a kínai tank, és az most nekem nem kell, hogy az hát valamikor Iniesta és a Xavi nem tudott fejt, akkorkák voltak, mint egy 60 a két csávó átlag magassága, nem muszáj nekem fej előtt a középpályára raknom. De viszont kell egy olyan játékos, mint akár most megint elő kell hozni Séfer Andrist, aki gyors, aki kemény, és akár egyedül is be tudja a szélességbe futni a pályát, és megszűrni azokat a támadásokat, amiket most nem tudunk megszűrni. Szóval ez itt nem is értem azt, hogy mikor emlékezzünk rá, ugye, hát most haza kell, hogy beszéljek, mikor igazoltuk a Kácsert, és azt mondtam, hogy a Kácser az pontosan tipológiailag, ahogy emlegetett, az ugyanaz, mint a Veszelovszky. És mind a kettő inkább... Schatzperkebe. És ugyanaz, mind a kettő offenzív játékos. Mm. És egyik se tud védekezni, mert amit tudna védekezni, az csak 35%. Természetesen hiányzik nekünk egy kreatív játékos, például a Kalmár, de nagyon hiányzik nekünk az igazi szűrő, 100%-os, magabiztos és megbízható szűrő. Vagy kettő szűrő, 4-2-3 lenne, úgy, ahogy a Straka Gabi volt a Kristóval. Hogy mi mutatja azt, hogy Gula edző már próbálkozott, az azt mutatja, hogy a Sainét is megpróbáltolt, és a Sainé nem vált be, mint egyedüli védekező középpályás. Azt pedig nem tudja megoldani, akár Baloggal, akár Veszelovszkyval, akár Kácsera, hogy pályán legyenek, és legyen két védekező szűrőnk. Szóval ez itt valakit be fog kelleni áldozni előbb-utóbb, akár Veszelovszkyt, én szerintem Kácsert nem fogja, de valakit be fog kelleni áldozni, hogy ilyen meccseken, mint a Nagyszombat, legyen két szűrőnk. És ezzel a fajta futballal, amit képviselünk, hogy ennyire föltoljuk a két szélőt, ez elengedhetetlen, ezt le fognak bennünket futni, le fognak két-három húzásra. Most még azt megemlíteném, hogy lehet megtanítani, hát most ötleteket nem szeretnék adni, tudják ők ezt nagyon jól, hogy lehet megtanítani középpályát védekezni.
nem tudjuk, hogy mikor kell megszakítani a játékot, nem tudjuk azt, hogy milyen magasságokban kell megszakítani, hogy ne veszélyeztessék a kaput. Akár egy megszerzett labda után azonnal megszakítani a játékot, hogy tudjunk visszaérni és fölvenni a pozíciókat. Ezeket a dolgokat Nagyszombatban nagyon-nagyon gyatran csináltuk. Az, hogy Balogot milyen pozícióban használjuk, és hogy Balogra milyen feladatot bízunk. A Balog nem egy Nebila szintű játékos, nem is a Nebila szintű, hanem Nebila típusú játékos. És a Balog 90%-ban előre próbálja megcsinálni a labdát, nem ahogy Nebila volt, hogy 90%-ban visszapasszolt. Ezért volt Nebilának annyira jó a statisztikája, ellenben Balognak nem lehet jó a statisztikája, mert Balog próbál előre futballozni. És ezáltal, ahogy föltoljuk az egészet, és Balognál a labda, természetesen, hogy benne van a labdavesztés a lehetősége az, hogy elveszti a labdát, mert 3-4-en körül veszik. Balognak meg az a feladat, hogy megtartsa a labdát, magára mondja a játékost, és akkor próbál egyfajta támadást építeni. És ezt most már láthatjuk, hogy Balog mit futballozik, és a Balog kezd a Gulánál. Szóval Gula is arra használja a Balogot, amire próbált a Janeiro használni a Balogot. Na most ebben benne van a lehetőség, hogy elveszti a labdát, és azt mondják, hogy a Balog a leggyengébb látszem, meg hogy a Balog milyen rosszul futballozik. De ez a feladata ennek a srácnak. És előre próbál futballozni, nem hátra, ahogy Nebila. És ezáltal egy föllazult védelemnél, ahogy építjük a támadást, labdavesztés is természetesen megfutnak bennünk. Balognak a játéka sokkal jobb lesz, ha a játékosok segíteni fognak neki, és mutatkozni fogják magukat. Ez a Ponukovács innosz, hogy kérem a labdát egy olyan területen, ahol tudok passzolni neki. Ez véleményem az, hogy ez nem egy rossz húzás, hogy Balogot abba a akár jobb half pozícióba is lehozzuk a vonalra, mert elhozzuk az ellenfelet egy bizonyos rész. És hogyha meg tudjuk azt a pozíciót, és tisztára tudjuk játszani, és akkor tudjuk, a két választás van, vagy bent keresjük és fordítjuk a súlypontot, vagy megjátszuk akár a jobb szélsőt, a halfot, vagy akár csatát, üres területben lehet mozogni. No, de ezáltal, hogy Norbit kihozzuk ide, ezáltal nincs egyetlen egy Krisztovicsunk van a csatársorban. És ha azt szeretnénk, hogy Mohamed Begovic fölérjen a bal felén, a másikban, mint annó fölért Davis, innen abból a pozíció 16-ostól biciklivel nem fog visszaérni védekezésbe. Na most a egyszem csatárunk, a Krisztovicsa, azt próbáljuk, mert nincs mellette senki, tologatjuk fölfelé a Kácsert, tologatjuk fölfelé a Veselovskit, Nikolescu-t megültetjük, és nem vállaljuk be két csatáros játékot. Akár úgy is, hogy Balogot elviszük mögé, és játszunk két védekező fölállás, vagy két védekező halfal pluszba. És nem kell fölnyomni egyik fele, vagy a másik fele, nem mind a két szélsőbeket fölnyomni, mert lazul a védelmünk, és nem tudjuk megszűrni. És ezáltal most már elég szép számmal kapjuk a gólokat. Mi történt Nagyszombatban? Így kérdezem. Hát, ahogy említettük az elején, hogy dekoncentrált játékosok voltak a pályán, akik talán nem mérték fel a súlyát, hogy mi is történt, vagy mit jelent nekünk ez a mérkőzés. Én azt gondolom, hogy még a mai napig nincsenek felvilágosítva azok a játékosok, akik meghatározó egyéniségek a csapatban. Nincsenek felvilágosítva az, hogy egy Nagyszombat Dac, vagy egy Dac Nagyszombat mit jelent, vagy egy Dac Slovan mit jelent. Ők tudják azt, hogy igen, erős, voltak bajnokok, és tudják ezt. De azt nem tudják, hogy nekünk itteni magyarságnak, hogy miért harcolnak ezek a pályán ezek a gyerekek. Azt hiszem, a szlovákok jobban fölfogják. És most azt, hogy a szlovák gyerekek vannak a sorainkban, nem ővelük szeretném megértetni azt, mert ővelük nem lehet, de többivel nagyon is, mindenkivel. Ha nem 10 játékos, a 11 fogja ezt tudatosítani, akkor hiába fogja két vagy három játékos érezni ezt. Mai foci, van nincs Maradonánk. Ha valaki nem tudatosítja a Spartak ellen sorozatban, nem ez az első meccs, amikor a nagyszombatiak harapnak és főszántják a pályát, és mi még gyakorlatilag a csapat döntő része, nem is tudom, hogy nevezzem. Jól mondtad, picit elkényeztetek, és itt ebben a mentális felkészülésben
itt kell nagyot lendíteni, és nem azt mondom, hogy a Gula ezt alulbecsülte, de gondolom, hogy maga előtt tolta ezt a problémát, hogy ezt később fogja oldani, viszont ilyen meccseken ez kiüt. Én azt gondolom, hogy a Dunaszerdán trendi mindig az edzőtől várni a megoldást. És ez talán-talán Hibolától kezdődött, mert ugye egy neve nincs trénert hoztunk ide, az a Hibola, aki megtestesített egy offenzív és szép, egy jó játékot, amiben benne voltak a vereség lehetőség, és aztán hordunk ide Storkot, hordunk ide olyan Gulát, meg hordunk ide még olyan edzőket, akiktől a megváltást várjuk. Most ez természetesen ez jó dolog, hogyha jó edzőt hozunk a csapathoz. De mikor a edző alatt kicsit megmozdul a szék, az nem mindig az edzőnek a hibája, hanem az annak a hibája is, hogy a 18-19 játékosból alul teljesítenek, és én most erre, ezzel csak azt szeretném rámutatni, arra szeretnék rámutatni, hogy nincs rossz káderünk. Én véleményem szerint a Dunaszerdán nincs rossz káder. Csak a Dunaszerdán ez egy olyan, mint hogyha beíratom a első osztályba a játékosokat is, akkor itt tanítjuk őket. Itt tanítjuk őket védekezni, itt tanítjuk meg az offenzivitásra őket, hogy most ezt a fajta futballt játszunk, most és akkor tanígatjuk a játékosokat, akik soha elérnek egy szintre, és akkor eladjuk őket. És akkor elmennek is. Szóval ez nem mindig az edzőnek a hibája az, hogy Nagyszombatba elmennek a játékosok, és az edző mérkőzés előtt, vagy egész héten próbálja egy olyan mentális szintre emelni a játékosokat, hogy jól teljesítsenek, akár Nagyszombatban, akár Szlovanon, vagy akár Zsolnán, hanem ez valahol a háttérnek a hibája is, az, hogy nincs egy olyan fajta erős és terror veszély, úgymondva, akár az öltözőben és akár a klubnál, hogy ide játékos, hogyha belép az akadémiába és elcsodálkozik, hogy milyen szép itt, akkor már meg kell tőle kérdezni, hogy barátom, mire vagy fölkészülve? Mi tudod-e a tradícióját a Dunaszerdánynek? Akkor itt van a kezében nyomok egy könyvet, hogy olvassál, hogy kik futballoztak itt, mit futballoztak itt, milyen a felvidék felfogása, mit jelent számunkra ez a csapat, mit jelent a felvidék számára a csapat. Szóval én azt gondolom, hogy ezek a játékosok, akik idejönnek, ezek így lefocizgassák a mérkőzéseket. Momo, akár Anzuana, ezek a játékosok nem azok a fajta mentalitású játékosok, mint például a szlovák gyerek, aki a hegyek alatt fölfutott a dombra 240-szer egy edzés alatt, hanem ezek egy más típusú játékosok. Szóval ők mindig is egyfajta kvázi profi szellembe fölépített játékosok, akik eljönnek Dunaszerdájra, mert már hát nem tudom még, hogy hova kellenének, hát kellenének máshova is, de azt hiszik, hogy Dunaszerdája jó, kapnak egy szerződést, és itt oké, minden. De viszont ott a profi szellem megszakadt, mikor pályára lépik, és azt mondom, hogy Nagyszombat el föl kell szántani a pályát. Ahogy beszélek veled, neked is, nekem is nézek java részének, a környezetem java részének, a Gula edzőnek is ugyanaz a dolog jött le ebből a mérkőzésből, hogy a mentális felkészülés a játékosoknak, mentális felkészülés egy nagyszombati meccsre a játékosainknak nem volt jó. Az plasztikusan nagyon keményen kimondta, és ebből kifolyólag ki is mondta keményen, hogy nem érdemeltük meg a győzelmet. Na most ezt kell korrigálni, mert ha nézőkhez kötjük ezt a dolgot, akkor nézők sok mindent szeretne, sok mindent nem, de azt, hogy a Nagyszombat ellen 10 ember úgy focizik, hogy hasonlítjuk a nagyszombati 10-11 játékossal, akkor gyakorlatilag mindenkivel ezt a individuális párbajt elvesztik, mert a nagyszombatiak jobban hajtottak, lényegesen jobban hajtottak. Hát a futball nem leányálom, és én szeretném egy picit, ha minden szurkoló egy kicsit megtapasztalná azt, hogy milyen az edző sors,
az edző sorsa, amikor a győzelem van, akkor megtapogassák a válladat, és amikor van egy ilyen mérkőzés, mint a nagyszombati, akkor itt sírunk, rihunk. Én azt gondolom, nagy baj nincs. Van egy edzőnk, akit hoztunk, Gula, és lényeg és igazolást nem csináltunk. Gula tudja, ismeri, és a Balu ismeri a metodikát. Nem a Balu nem bableves edzők alatt dolgozott, és nem egyszerű szintet futballoztak. És azért ne akarjuk már megmondani nekik, hogy ő nekik mit kellene csinálni. Én azt gondolom, hogy Gula is nagyon széles látókörű edző. Természetesen lehet kritizálni őt, és lehet elmondani azokat a hiányosságokat, amiket a mérkőzés után. De ezeknek kell is értékelni. És ezeknek az edzőknek, én azt szokom mondani, hogy háború után mindenki generális, de ezeknek az edzőknek 15-16-18 játékost kell irányítani, és egyáltalán nem tudják, hogy ébredt ez a játékos aznap reggel, igen, és milyen napot fog produkálni. Szóval én azt gondolom, hogy ez az edzősors, ez itt kezdődik ilyen vereség után, a 3-1-es vereség után. Na most ezt hogy kompenzálni, és milyen utat választani? Én általában olyan utat választottam, hogy volt egy kis terror a játékosokra, és olyan fajta terror, hogyha nem tetszik a zene, akkor tessék, van más mulatság is. Itt van egyik véglet, másik véglet. Ki kell szerintem tárgyalósan elemezni nekik, hogy milyen hiányosságok vannak ebből a szempontból. Gula már megnevezte. Szóval nem csak kívülálló Gula, mint insider, mint edző megnevezte azt, hogy mentális fölkészítés nem. De most ott vannak emberek, akik a egyes problémát, amiben mi annyira nem látunk bele, hogy hol van a indítója azoknak a problémáknak, ezt meg kell oldani. Azok a köztes megoldások, hogy itt ezeket a kis gubancokat helyrehozni, viszont így hosszú távon ott tényleg a mentális felkészüléssel valami lesz rá idő Gulának, de a klubnak is el kell készíteni valami komolyabb dolgot, mert amit látunk, az én nem akarom a munkájukat azt mondani, hogy rossz, nem. A kivitelezés a pályán nem olyan, ahogy lehet, hogy a meccs előtt elmondták nekik, hogy mit kellene csinálni. Egy vesztes mérkőzés után nem a edzőnek kell azt mondani, hogy nem riherőhev és megyünk a buszra, hanem ott belül kell a játékosoknak kell ezt megoldani, és legyen olyan karizma, 2-3 akár a csapatban, aki edzőnek akkor nem kell megszólalni. Edzőnek a meccs előtt kell megszólalni, és edzéseken egy olyan szintű hangulatot kell tartani, hogy no, barátom, te hétvégén olyan laza voltál, hogy majd lecsúszott a nadrág rólad. És ilyenkor ezt is, az a belső megoldás a játékoson és csapatban, az a belső megoldás, azok a játékosok, akik rendet csinálnak az öltözőben. Néha nem az edzőnek kell rendet csinálni az öltözőben, hanem maguk között a játékosok. Röviden a Trencsén elleni mérkőzésen otthon játszunk, úgyhogy megint más képet fogunk látni, mint múlt hét végén. Mit vársz? Nem várok nagy egetrengető változást. Lehet, hogy lesz változás a kezdőbe a nagyszombati mérkőzésen. Lehet, hogy nem fog játszani Balogh Norbi, ezt lehet, hogy egy más gyorsítani fogjuk a dolgokat, amit most próbáltunk Balogh Norbin keresztül megoldani. A stílusban nem várok nagy változást, ugyancsak a labdatartás, a keresztpasszok, és megpróbáljuk megnyitni. Nem tudom, hogy mire fog fölkészülni ez a Trencsén, és föl fogja vállalnie a futballt ellenünk, és leáll velünk futballozni, de én már azt várom, hogy legyen egy olyan csapat, mint akár most a nagyszombat, hogy voltak olyan bizonyos fázis olyan mérkőzésnek, amikor kinyitottak, és teljesen pressingelték a játékosainkat hátul.
Szóval egyáltalán nem rendeztek be kontrajátékra, hanem rámentek egy pressingre, és föltolt védelem, és zavart is keltettek. Szóval a kis csapatoknak is fel kellene vállalni azt, hogy hát most akkor mi történik, hogyha a Dunaszerdáját otthon a MOL-ba letámadjuk, és próbálunk egy futós futballt játszani ellenük, és hoppa lebotrop, ahogy a szlovák szokja mondani. Hajrá, Laci! Hajrá, Laci! Hajrá, Laci!